A hétvégén sokféleképpen teremtünk majd értéket, segítünk például a startup vállalkozásoknak befektetőt találni. Aztán szó lesz a legnagyobb értékünkről, a gyermekünkről, hiszen mi is lehetne más, mint a gyermek a legnagyobb értékünk, és még... És még jön egy híres ékszertervező, vele egyeztetünk a trendekről, meg a sármokról. Meg itt lesz Murányi Edina és Proksa Szandra, együtt fognak beszélgetni, úgyhogy értékteremtők most is. Értékteremtők, szombat délután, itt a TV2-n. Hála az égnek, egyre többen méltatják azokat a nőket, akik a mai zűrzavaros világban édesanyaként is helytállnak, és persze arról is sokat hallunk most már, hogy milyen fontos az, hogy egyáltalán vállalkozzanak az anyaságra. Azonban most indult egy új kampány, ami meglepő módon a férfiakat szólítja meg és hívja a csatasorba, a család alapításhoz, mi pedig megtaláltuk ennek a forrását. Köszöntjük Novák Erődöt, akivel megállapodtunk előzetesen, hogy ma nem politizálunk, és bár gyakran nem eri fel a hangját, hogyha valami nem tetszik, most inkább arra koncentrálunk, ami jó, hiszen mondjuk egy család alapítás fontosabb értékteremtés vajon létezhet-e az életben. Ő maga is 4 gyermekes családapa, és adódik a kérdés, hogy honnan jött az ötlet, hogy pont a férfiakat szólítsák meg? A családalapítás nagyon sok esetben a férfiakon múlik, ez a gátja, és azzal a kampánnyal, ami szerint a legférfiasabb dolog az apaság, a gyermek áldás, talán rá tudjuk irányítani a figyelmet arra, hogy ez egy egyéni örömszerzési forrás is, de mivel egyben minden gyermek közkincs, ezért állami felelősség is egyébként, nem tekintetjük teljesen magánügynek a családalapítást, állami felelősség is, hogy támogassuk, elismerjük. És akkor a férfiaknak miért kell ehhez kedvet csinálni? Tehát azért, hogy vállalják az apaságot, az apaság szentségét, fölmenjék vállalni? Mindenképpen fel kell erre készülni, akár erkölcsileg, akár anyagilag, hogyha jól gondolom, azért ez egy anyagi kérdés az apaság, pláne az, hogy hány gyermeket merjünk vállalni. A tudatos családtervezés az rendkívül fontos, és az is, hogy a férfiak megtalálják az örömet, a boldogságot az életben, a család alapítással kapcsolatban is. Kétségkívül állami feladat is a családok támogatása, de nem is korrekt. Ez most mindig. Meg is van, azt gondolom, tehát hogy most ez így működik már, tehát kezd kialakulni egy jó rendszer, amelyben mindenki meg tudja találni a maga számítását, otthonhoz tudnak jutni, és érdemes már valóban gyermeket vállalni, mert megvan hozzá ez a fajta hátsó támogatás is. Nagyon gyakran megkapjuk, hogy hát nincsen jövőkép, nincsen a kellő jólét. Én azonban azt gondolom, hogy nem korrekt ebben a tekintetben is mindig a kormányra mutogatni, hiszen az, hogy a reprodukcióhoz szükséges legalább 2 gyermeket általában nem vállalják. De az már csak ugyanannyi, tehát inkább 3 vagy 4 gyermek hát, kellene. Ez már az ideális lenne, az igazán nagy családok elismerése, de önmagában az, hogy jellemzően inkább csak 1 gyermeket vállalnak átlagosan a magyar párok, az elsődlegesen mondhatnám, hogy a túlzott anyagi jólét, elsősorban az önzés az oka. A kényelmesség talán, ugye az is benne van. Azért gondoljuk bele, hogy a jobbágyok korában, vagy a világháborúkkal terhelt 20. században talán nagyobb jólét volt Magyarországon, vagy mondjuk Németország, Japán életszínvonala megfelelő volna számukra, csak mert hogy ezekben az országban még jobban fogy az őshonos népesség. Tehát rá kell irányítsuk a figyelmet, hogy természetesen szükséges a jólétet emelni, fokozni, illetve inkább azt mondanám, hogy a családtámogatások, tehát célzott családtámogatásokkal lehet ösztönözni a gyermekvállalási kedvet, de talán leginkább az anyaság, apaság megbecsülése, egy társadalmi szemléletváltás, paradigmaváltása volna annak érdekében szükség, hogy megszülessenek azok a bizonyos kívánt gyermekek. Olyan érdekes, hogy pont a japán példa került szóba, mert ők aztán abszolút a jólétben tengetik a mindennapjaikat, tehát hogy beleférne. Ők nem érnek rá gyermeket nevelni, ők dolgoznak hát napi 16-24 órában. Meg minden mással mulatják az időt, hát, igen. Na igen, annyi minden lehetőségük van, de az egy más kultúra. A nők esetében, hogy azt szokták mondani, visszatérve most Magyarországra, hogy azért egy nagyon fontos egzisztenciális döntés is az, hogyha vállalkoznak az anyaságra, de akkor, hogyha most az apukákra koncentrálunk, ott talán ez még inkább igaz bizonyos szempontból, hiszen azt is látjuk, hogy egyre inkább divat, és most jó értelemben használom ezt a szót, hogy divat, hogy az apukák is kiveszik már a részüket a mondjuk akár a pelenkázásból, vagy a gyermekre hát, vigyázásból, vagy gyermek, ők maradnak, igen, otthon, amíg mondjuk anyuka dolgozik tovább. Tehát ez kezd már elfogadottá válni valóban társadalmilag, mert ez is egy jó és fontos irány lehet. Valóban, én magam is összeszámoltam még a 3. gyermeknél, a 4. akkor még nem született meg, hogy olyan körülbelül 5000-szer pelenkáztam addig csak az első 3 gyermeket, feleségem ugyanennyiszer. Tehát van benne egy olyan sok apró munka, ami ugyanakkor szerintem társadalmilag is megbecsülést érdemelne, főleg az otthon maradó anyák szempontjából. A másik, amit észrevettem baráti körben, hogy ne csak a pénzről beszéljünk, hogy tényleg igaz az a mondás, hogy amikor megérkezik akár már az első gyermek,
gyermek a családba, akkor ott a férfi ember életében történik egy nagyon komoly ez egy változás. Hátrébb szorul, ugye a szeretetben úgy érzi, hogy a gyermek kerül a középpontban. Hanem azt vettem észre például a barátaimon, hogy akik nagyon féltek, hogy ez majd milyen lesz, utána jó értelemben vetköznek ki magukból, és rájönnek, hogy egyébként ez egy kellemes, bocsánat, azt mondom, áldott állapot, bár az más jelent, főleg a gyermekvállás szempontjából, de hogy erre esetleg lehet fókuszálni, és erre felhívni a férfiak figyelmét, hogy ettől nem kell félni, és még jó példákat mutatni nekik. Egy férfi új önzésnél lehet akkor hátrébb lépni a gyermek érdekében, és elfogadni azt, hogy akkor onnantól a nő szeretete már osztódik a gyermek és a férj között. Hát nem is feltétlenül önzés, hanem egyfajta egészséges félelem talán. Hát igen, nekünk közszereplőknek is van felelősségünk egyébként a jó példamutatásával, hogy milyen a gyermekvállalás, milyen az apaság, hogy ezt vállaljuk, megvalljuk, és büszkén, akár be is mutatjuk. Hát ezt már négyszeres édesapaként azt gondolom, hogy abszolút egy jó példával elől jár. Abszolút, nekünk ez nyilvánvalóan egy örömforrás is, és ez mindenkinek az lehet, ezt próbáljuk kínálni egy társadalmi célú üzenetként is az Anyaország Alapítvánnyal együttműködve, amellyel egyébként számos más missziót is folytatunk, például egy anyaotthon létrehozását a válsághelyzetbe került kismamáknak elsősorban átmeneti otthont biztosítva, hogy megszülethessenek azok az életek, amelyek jelenleg még csak esetükben többnyire magzati formában vannak jelen, hiszen nagyon sokan szeretnének egyébként gyermeket örökbe fogadni is, nagyon sokan vágynak, várnak rá, és nem lehet gyermekük, ezeket szeretnénk összehozni. Mi a célja az anya otthonnak? Tehát az anyák ott meg tudják szülni a gyermeket, és aztán el tudja dönteni, hogy fölneveli, tehát vállalja ezt a fajta édesanyaságot, vagy pedig akár lehet örökbe is adni, tehát az a hölgy döntés lesz, hogy melyik úton indul majd onnan tovább. Önök az anya otthonban meddig kívánják gondjukat viselni? Az állapotukat terhesnek érző édesanyákon szeretnénk segíteni, hogy állapotukat mindenképpen várandósnak, már-már áldottnak érezzék, és hogy tudjunk egy olyan átmeneti segítséget nyújtani, amíg rendeződik az élete. Nyilvánvalóan, hogyha ha nem találnak megoldást, akkor az örökbefogadással lehet egy más családot találni a gyermek számára, akár többféle örökbefogadási módon. Most már megszületik, és onnantól már azért a gyermek élete mégis rendezve van, azt gondolom. Ez az elsődleges cél. Én magam is az éves képviselői tiszteletdíjamat azért ajánlottam föl, hogy ezzel tudjunk segíteni, illetve egy olyan társadalmi szemlélet formálással elinduljon egyfajta társadalmi vita is azzal kapcsolatban, hogy kellő megbecsültséget kapnak-e jelenleg az édesanyák. Kívánjuk, hogy valóban közbeszéddé váljon mindaz, ami fontos, és valódi társadalmi vita legyen ezekben a kérdésekben. Most pedig köszönjük szépen a beszélgetést. Én köszönöm a lehetőséget.